Egyedülálló lézer diagnosztikai és műtéti eszközállományt avattak Szentesen a kíséri állatorvosi rendelőben. A kisállatok szemészeti diagnosztizálására, majd a terápiás beavatkozásra beszerzett eszközök összértéke 30 millió forint. A modern műszerek lehetővé teszik, hogy akár humán gyógyszerek preklinikai vizsgálatait is ebben a rendelőben végezhessék. Dr. Újhelyi István, a parlament alelnöke adta át az uniós pályázatból megvalósuló eszközöket és berendezéseket. Közép-Európa legjobban felszerelt állatorvosi rendelőjében vagyunk itt Szentesen. Ha minden igaz, akkor 30 millió forintos beruházás valósult itt meg. Hogyan értékeli ezt? Mindenképpen nagyszerű teljesítmény ez, hiszen egy magánállatorvosi rendelőről beszélünk, ahol a mai világban igen, csak bátorság kell, hogy valaki technikai eszközök vásárlására adja a fejét. Az Európai Unió támogatásával valósult meg a program, ebből is látszik, hogy nem csak a nagy több milliárdos programok út, hálózat fejlesztési, egyetemi, iskolai, városi infrastruktúra fejlesztési programok valósulhatnak meg az Európai Unió jóvoltából, hanem például magán állatorvosi rendelők fejlesztésére is sor kerül. De úgy, hogy ahogy a szakmától ma ezt hallottuk, valóban Közép-Európa legmodernebb szemészeti, diagnosztikai és műtéti háttér eszközrendszerével bíró állatorvosi rendelője az, ami itt van Szentesen. Ez igazán nagyszerű. Akkor azt lehet mondani, hogy az elkövetkezendő időszak fejlesztési területei között akár ez is szerepelhet, ha az Európai Unióra gondolunk? Eddig is szerepelt, hiszen az Európai Uniós fejlesztési ciklusok 7 éves fejlesztési ciklusok, most zárjuk az előző 7 évnek a programjait. Magyarország számos pontján, iskoláknál és ipari területeknél nagyon sok helyen látják azokat a kis táblákat, amelyek arról számolnak be, hogy európai forrásból megvalósult programról van szó. Éppen ezért én roppant módon bosszús tudok lenni, amikor politikai érdekből politikusok, mindegy, hogy melyik párthoz tartozó politikusok az uniót támadják, szabadságharcot hirdetnek, közben pedig nincs is más fejlesztési forrásuk, mint amit az Európai Unió családjának fejlesztéséből hívunk le. Itt ez történt itt is. És örülök annak, hogy az eseményen nem csak a Magyarországgyűlés képviseletében én voltam jelen, a Pécsi Tudományegyetem szakmai háttere is itt volt, és itt volt a várospolgármestere Szilvék Imre úr is. Miért egyedülálló ez? Egyedülálló, sok dologra mondják, hogy egyedülálló. Ez valóban egyedülálló több okból is. Itt találkozik tulajdonképpen a humán és az állat gyógyászat csúcsa, mint a technikai színvonalat, diagnosztikai ágat, mint pedig a kezelési műtéti ágat értem, amire példát nem nagyon tudok sem közelebbi, sem távolabbi környezetemben. Tulajdonképpen ennek a kooperációnak Dobos docens úr, a PhD hallgatóm a Pécsi Szemészeti Klinikán, tehát ennek révén megvalósulhat egy nagyobb fokú integráció az alaptudományok, kísérletes állatorvos tudományok, és a humán szemészet terén, amiből mindkét partner nagyon jól profitálhat. Nagy intenzitású fejlődés indult be szerintem az állatorvoslás terén. Szinte azt lehet mondani, hogy felzárkózik a humán orvosláshoz? Felzárkózik, szükségszerűen felzárkózik, sőt, mint ez a
rendelő mutatja, tulajdonképpen néhány aspektusban túl is haladja azt, tudva levő, hogy az eltérő finanszírozási módok miatt néha, például szerencsés esetben kell mondjam azt, most is a rendelő szakmai színvonal és a vizsgálatok elérhetősége néhány ponton meghaladják azt, amit a humán gyógyászat jelen pillanatban, jelen keretek között mondani, illetve kínálni tud. A 30 millió forintos beruházás keretében mi valósult meg? A lézer. Tehát mindig próbáltam a tudománnyal lépést tartani, de a tudomány megismerése, elolvasása, elsajátítása nem elég. Az általános tudományban, a szemészetben eszközfüggővé vált a tudomány. Tehát nagyon komoly, nagyon drága eszközöket kell megvásárolni, hogy a lépést tudjunk tartani a tudománnyal. Ez tulajdonképpen a legmodernebb eszközrendszer, ami beállításra került, mind a diagnosztikai szempontból, mind pedig műtéti technikai szempontból. Tehát a szem minden rétegét tudjuk vizsgálni, és minden rétegét tudjuk gyógyítani. Uniós pályázati pénzről van szó. Hogyan sikerült ezt elnyerni? Hát ezt Molnár Attilától kell megkérdezni. Én csak azt mondtam, hogy ezt szeretnék venni, azt szeretnék venni. Erre van szükségem, arra van szükségem, és ő mindenféle módon segített ebben. Nagyon sok papírmunka volt, még nekem is. Ő neki meg nagyon nagy küzdelem volt hatóságokkal, pályázati befogadása. Első pályázatunkat 4-szer utasították vissza. Ilyen egyszerű dolgokkal, ezt is elmondom, hogy CD-tokat nem bírták kinyitni. Hát most ez valós volt, vagy nem volt valós, nem tudom, de ezt írták. 4-szer, 5-szer kellett beadni, amikor a sikerült, amikor a megértettük volt, amikor visszaírták azt, hogy ilyen már van, nem kell. Ez volt az indoklás. Újra beadtuk, elmagyaráztuk. Mindenki részéről nagyon nagy igénybevétel volt. Azok részéről is, akik ezt befogadták és bíztak abban, hogy a ideadott pénz az értelmes lesz, megtekintették, és most már úgy fogadtak bennünket, hogy örömmel segítenek a pályázatunk finanszírozásában. Itt diagnosztikai, terápiás munka folyik, de akkor ezek szerint a Pécsi Egyetemmel közösen kutató munka is? Igen, a Pécsi Egyetemmel alapkutatásban. Amit el lehet mondani, gyógyszergyártó cégeknek a kutatásaiban működünk közre, személyzeti hatásmechanizmusokat vizsgálunk. Az Európai Parlamentbe készülve mit tart elsődleges szempontnak, ami akár Magyarország szempontjából fontos lehet, akár ennek a térségnek, hiszen kiemelte, hogy Szentes az egyik legaktívabb pályázó. Valóban, és korábbi államtitkári időszakomból emlékszem, hogy nem sok nyugtot hagytak nekem a szentesiek, köztük polgármester úr, mindig volt valamilyen ötlete, javaslata, kérése, követelése a város vezetésének. Én Szegeden élek, tehát elég jól ismerem azért a saját adottságainkat, hátrányainkat is, és persze lehetőségeinket is. Európai parlamenti képviselőként arra készülök, hogy azokat a szabályokat, szabályozásokat, azokat az európai szintű rendszereket, amelyek érintik a magyarok mindennapjait, amik érintik a mi településeink életét, azokat úgy alakítgassuk, hogy mi abban a legkényelmesebben érezhessük magunkat, és hogy konkrét példával éljek, hogy legyenek olyan fejlesztési források a jövőben is, amelyeket egy település, vagy egy magánvállalkozó, egy állatorvos, de bármilyen más tevékenységet folytató családi kis és középvállalkozás igénybe tud venni. És akkor talán picivel egyről a kettőre tudunk lépni, vagy éppen a kutyák és a kutyák gazdijainak gyógyulása öröme érdekében, akár más munkahelyteremtő, vagy az életminőséget javító intézkedések érdekében.
Az egyetem számára miért előnyös ez a kooperáció? Az egyetem számára az alapkutatások szempontjából, jól tudjuk, hogy tehát a Dobos docens úrnak a szemészeti klinikánkkal, témavezetésem alatt, illetve az anatómiai intézettel van munkakapcsolata, és nyilvánvalóan olyan jellegű vizsgálatokat, amik humán személyeknél természetszerűen etikai okokból nem engedélyezettek, és nyilvánvalóan nem is etikusak. Itt is természetesen az állatvédelmi törvények maximális betartásával el tudjuk végezni a vizsgálatokat, és nagyon sok alapkutatási adatot adhatunk, amik később beépülhetnek távlatokban tekintve mind az állatorvosi, mind pedig a humán szemészeti gyakorlatban. Itt most nagy előrelépésről beszéltünk ugye a kutatás fejlesztés területén, de vajon mi a jövő? Van még tovább? Hogyne lenne tovább? Tulajdonképpen a szembetegségek kezelése az állatorvosi gyakorlatban is egyre inkább előtérbe kerül, csak úgy, mint a humán gyakorlatban egyre magasabb kort érnek meg az emberek, amikor előjönnek a szürkehályog, cukorbetegség okozta ideghártya elváltozások, makuladegeneráció problémája, tehát az idősödő társadalomban, és gyakorlatilag, ahogy látom, az állatorvoslás területén is egyre nagyobb igény válik a korábban gyógyíthatatlannak, nem is nehezen diagnosztizálható, illetve gyógyíthatatlan betegségek gyógyítására. Ezt nyilván jól felismerik, és a finanszírozó cégek, fejlesztő, kutatásfejlesztő cégek, és én még további fejlődést várok, mert az igény hajtja tulajdonképpen a technikai fejlődést, és biztosítja hozzá a forrásokat. Hallhatjuk, hogy további fejlődés van e tekintetben is, sőt nagyon gyors fejlődés a humán kísérletekhez képest sokkal gyorsabb most, felgyorsult. Hova lehet eljutni, mi a cél? Nem lehet sosem megállni. Mi szeretnénk a Szentes, az általános a szemészetnek egy ilyen európai gyöngyszemévé válni, mint hogy annak idején a kórház egy bugyi iskolát teremtett. Mi szeretnénk hasonlót az általános a szemészetben. Magunk útját járjuk, és ehhez szükséges eszközöket, ehhez szükséges infrastruktúrát folyamatosan szeretnénk kialakítani, és szeretnénk megvásárolni, és úgy hiszem, hogy meg is fogjuk ezt tenni. Mire lenne még szükség? Gondolok itt arra, hogy esetleg a következő uniós pályázati időszakban lesz-e cél kitűzve, amire pályázni szeretnének, bővíteni akár itt az eszközparkot? Hát valóban eszközparkot szeretnénk majd bővíteni, még finomabb vizsgálati módszereket szeretnénk majd műtéti technikához, a mikroszkópunkat szeretnénk kicserélni. Ezek megint sok milliós beruházások, elkezdünk már rá dolgozni.